csatorna próbálja mindenképpen a kiemelteknél is kiemeltebben kezelni a Veszprém hátralévő mérkőzéseit a Bajnokok Ligájában. Így ennek megfelelően a Kiel elleni negyeddöntő odavágót és visszavágót is a helyszínről kommentálja majd Egri Viktor kollégák, tehát Németországban is a helyszínen leszünk. Próbálunk minél inkább közel kerülni a csapathoz és minél inkább kiszolgálni a nézőinket. Az utolsó percekig partiban kell lennünk, mint a két mérkőzés utolsó pillanatáig a Kiel, és én azt gondolom, hogy tudunk, képesek vagyunk bravúrra. A sorsolás előtt téma volt egyébként a Kiel, illetve hogyan reagáltatok a sorsolás eredményére? Hát viccesen valaki lejátszotta otthon a sorsolást egymás után háromszor, és kihúzta az Atletico Madridot, nem akarok nevet mondani, Gulyás Peti. De mindenki, megmondom őszintén, nagyon sokan azt látták, hogy Madriddal kerülünk össze újra a csoportból, és valahogy nem akartunk abba hinni, hogy nekünk jut ez a nehéz sorsolás most újra. Hát az elmúlt években már volt erre példa. Sérülésem kiújuló dolog, igazából évekkel ezelőtt elkezdődött egy ilyen tendencia, sajnos, ami általában ilyen tavasz környéken szokott kielősödni, éppen emeli vizsgálatról jövök, ami negatív eredményt produkált szerencsére, úgyhogy elvileg nagyon nagy probléma nincsen. Egy combhajlítónál egy gumótapadás, ami hátráltatja a mozgásomat edzésben, illetve mérkőzésben, és ebből kifolyólag nem tudtam részt venni, illetve prevenció miatt nem vettem részt a horvátországi válogatott meccsen. Múlt héten lehetett hallani egy áprilisi tréfát, hogy a Füksze Berlin honlapja közölte, hogy te leszel az új játékosuk. Erről te mikor értesültél, vagy tudtál erről egyáltalán, hogy ezzel tréfálkoznak? Én április 1-én délután internetes portálon olvastam ezt, úgyhogy én jót kacagtam magamba. Természetesen ugye látogatást tettem barátom Neiker Romero-nál, és valóban a mérkőzésük után a berlini csapatmenedzserével egy közös fényképet csináltunk, aminek a vége az lett, hogy gratulált a következő két éves szerződésemhez ott Berlinben, és gyakorlatilag ugye ez generálta a problémát, illetve ennek a kitörése volt. Hetek, hónapok óta téma a magyar kézilabda kedvelők körében, hogy a DG sportot nem lehet mindenhol fogni. Voltak különböző tárgyalások az EHF-fel, klubokkal. Van-e ez ügyben bármi fejlemény, hogy esetlegesen mondjuk a Final Four-t, vagy mondjuk a Győr, vagy a Veszprémnek a mérkőzéseit más formában el lehet érni? Egyelőre ebben a kérdésben még nem született semmiféle megállapodás, tehát erről részleteket nem tudok sajnos mondani. Valóban voltak olyan kezdeményezések Magyarországon, ami ebbe az irányba haladna, de jelen pillanatban a Digit ez semmilyen szinten nem befolyásolja még, azt kell, hogy mondjam. Én tartózkodom ettől a visszavágó jót, ha nagyon sokan azt gondolják, hogy igen. Természetesen a legfontosabb az, hogy a játékosokkal hidessük azt, hogy illetve legyen egy olyan maximális önbizalom, ami arra utalhat, hogy valóban az első meccsen is komoly eredményt tudnánk elérni. Hogyha úgy mennénk neki, hogy két-három gólos vereség, akkor biztos, hogy egy nagyon nagy zakóba bele lehet szaladni, úgyhogy ezt természetesen szeretnénk elkerülni. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz az aktuális BL győztes csapat ellen, de érzem a csapatban azt az erőt, azt a tartást, azt az akaratot, lendületet, ami mindenféleképpen előre vezetheti a produkciónkat, és talán meglepetést tudnánk okozni kiben. Tippelj, totózz és játssz a 63.hu tipligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.